magasabbnak tűnjünk, például a nadrág dereka, az minél feljebb van, annál magasabbnak, maga hosszabbnak tűnnek a lábak. És a lábak, hogyha hosszabbnak tűnnek, akkor magasabbnak tűnik a test is. Amit nagyon ajánlok mindenkinek, az a több réteg ruházat használ, öltözködés használat. Például rajtam van most póló, ing és zakó. Minél több ruha darab van az öltözetünkben, annál stílusosabb az öltözet. Akkor én most nem vagyok stílusos. Ezért ajánlom mindenkinek a zakót például, vagy a mellényeket. Lehetünk közben. A mellényeket, vagy inget. Például így pólóra venni, tehát minél több a réteg, annál stílusosabb az öltözködés. A harmadik, ami nagyon ajánlok, az a kontrasztok használása. Tehát világos, sötét színek egy öltözetben, vagy bő plusz szűk ruha. Például bő blúz, ahogy látom rajtad most bő blúz van, és szűk nadrág. Tehát ezek mind kontrasztok, és nagyon... nagyon kedvesek a tekintetnek, nagyon szeretjük őket látni. Meg vannak a színkontrasztok, például a meleg színek, ami a piros, sárga, narancs, sárga, és vannak a hideg színek, ami kék, zöld. Tehát ez a kontraszt, például, hogyha összerakjuk őket, ezek is nagyon, nagyon szépek egy öltözetben. Hogy a testalkatodat kiemeld, ajánlom az ilyen rövid stílusú blúzokat, tehát ami megáll a derekadnál, és a derekadat kiemeli. De ehhez a blúzhoz nagyon fontos az, hogy egy magas derekú nadrágot vegyél, tehát szett legyen. Milyen szép ez. Most nem látom, de... És ez kiemeli a derekadat, nagyon elegáns. Lehet például koktélpartikra használni, ilyen társadalmi eseményekre, még esküvőre is ajánlanám. Ez nagyon szép szett. Ezért ajánlom a magas derekút. Végül is egymásra esik egy kicsit. Nem látszik a bőröd, nem látszik a mi van, de a derekad meg van határozva. Tehát felhívja a figyelmet a derekadra. Kiválasztjuk az alaphúzót, megnézzük, hogy a nyak és a kiválasztott árnyalat között van-e színkülönbség. Ha nem, akkor rendben van ez az alaphúzó, és fel tudjuk vinni egy ilyen pamacsal, szivacsal, amit azelőtt jól be kell vizezni, mint egy mosogató szivacsot annyira, és kiszorítani. Nem túl világos ez a... Nem, mert utána megcsináljuk az arckontűrt, ami sötét barnával lesz. És hogy az még fog sötétíteni az arcodon. Tehát ez egy ilyen alap... Na ez az, amit szeretnék megtanulni. A kontűr, igen, az érdekes. Majd megmutatom, hogy hol van pontosan az arccsontod, hova kell tenni a barnitod, és hogy találod meg a legkönnyebben, hogy pont melyik az a hely, ahol az arcpirt tesszük, és végül teszünk egy kis csillogó highlightert, azt most nagyon divatos szeretik. Arcpirosított felvinni a legegyszerűbb, ha mondjuk mosolyogsz egy picit, és meglátod, hogy pont ide kell tenni az arcpirt, ami ugye a mosolyba... Ide? Igen, pont ide.
nem tudom, hogy a szemöldök felépítése nálad rendben van, azt hogy nézzük meg, hogy ha tükörben nézel, így orr, szem vége, és akkor ideig kell jöjjön, orr, meg hogyha előre nézel, pupilla, orr, pupilla, és akkor ott kell legyen a csúcsa, és itt a vége. Jó, akkor most a szemhéj következik, és sima árnyékolást fogok megmutatni. Egy világos színt viszünk fel a szemhéjra, és egy sötétebb színnel beárnyékoljuk ezt. Felviszek a szemhéjre egy ilyen világos színt, ez ahogy látod nem matt, hanem kicsit csillogó, és hogy erősebben látszódjon a szemben, akkor azelőtt megvizezem az ecsetet, és úgy fogom összekeverni a színnel, és felviszem az alsó szemhéjadra. Tetszik a smink? Igen, határozottan. Antal hajnal újra hasznosított hulladékból készít táskákat. Engem meggyőzött. Szervusz! Sziasztok, üdvözöllek! Tényleg gyönyörűek, avasd be a titkába. Nagyon örülök, ennek hogy tetszenek a táskák, igen. A táskáinkról annyit kell tudni, hogy én tervezem és készítem a táskákat. Újrahasznosított papírból készülnek, tehát az alapanyag az újrahasznosított papír, de ötvözzük a papírt műbőrrel, bőrrel és műszörmével, és ezek is többnyire mind újrahasznosítottak. Meg is mutathatod, sőt, megkérlek, hogy mutasd. Jó, meg. Rendben. Tehát annyit kell még tudni rólunk, hogy 6 évvel ezelőtt indult ez a márka, nevezzük így. Amikor indultunk, akkor ezekkel a kisebb modellekkel, darabokkal indultunk. Ez a legkisebb méretű táskánk, úgymond. Ez egy mini plik, viszont pénztárcaként is tökéletes. Vannak olyan megrendelőink, akik béléssel vagy borítóval kérik, és akkor tökéletesen funkcionál pénztárcaként. Utána jött, dobtuk piacra a közepes és a maxi méretű plikjeinket, és körülbelül 2 évig csak ezzel a 3 kategóriával úgymond árasztottuk el a piacot. És 2 év után éreztem, hogy nem elég az, hogyha csak papírból készülnek a táskák, és elkezdtem ötvözni bőrrel és műszörmével. A plikkek után ez a modell volt, ami megjelent a piacon általunk. Ezt mi office-nak, office-típusú táskának neveztük el. Ez a rohanó nőnek a mindennapi hétköznapokban tökéletes barátja. Így van. Vállon is viselhető, a pántja az lecsatolható, nagyon praktikus vállon, kézben használva. És amikor úgy éreztem, hogy már plafonizálódtam, és kihoztam a maximumot a plikkekből és ebből az office típusú táskából, akkor egy picit merészebbet álmodtam, és létrehoztam úgymond azt a táskát, ami a legeslegkedvesebb a szívemnek. Ez a modell, ez az Infinity modell, ez egy olyan időszakban készült, amikor be akartam zárni a cégemet, amikor úgy gondoltam, hogy minden összeesküdött ellenem, és hónapok kellettek ahhoz, hogy leüljek, lerajzoljam, és próbáljam meg úgy kialakítani ezt a modellt, hogy az eladható legyen, hogy ezt megvásárolják, hogy esztétikus legyen, és akkor így született meg ez az Infinity modell. Ez is vállra akasztható, ez a legkomplexebb modellünk. Ennek is a hosszú pántja az szintén lecsatolható, választófalas, tehát ez már egy komplexebb modell, és ezt szeretik a megrendelők a legjobban. És valószínű azért, mert ez áll hozzám a legközelebb, a lelkemhez ez a legközelebb álló, legkedvesebb darab. Látom, hogy itt már
a szőrme, a bőr. Igen, mivel jön a tél, igen, jön a hidegebb szezon, így próbálom azokat a megrendelőket is megszólítani, akik szeretik például a szőrösebb dolgokat, akik szeretik a szőrmét, a műszőrmét. Én egy picit szőrmellenes vagyok, tehát kimondottan szőrméből nem készítünk, de a műszőrmét azt előszeretettel felhasználjuk. Ez egy lazább nyári típus. Igen, ez egy nagyon laza nyári típus, ez is egy közkedvelt minta, úgymond. A fiatalabb, és nem csak a fiatalabb lányok körében, nagyon-nagyon hódított az idei nyáron a virágos, egy picit vintage hangulat, ahol ékszeres képek is visszaköszönnek, és mégis olyan jó lazasságot tükröz azáltal, hogy degradéban, tehát sorokba van szedve az összes színárnyalat, ami található éppen a táskán. De azért télen is volt. Abszolút, tehát én annak a híve vagyok, hogy aki például fel szeretne dobni egy fehér, fekete, vagy akár egy monotonabb ruhadarabot télen, vagy a hidegebb időszakban, nyugodtan választhat egy színes, akár egy zöld, vagy egy nagyon színes táskát. Ezek a legjobb darabok, mert a legjobban kombinálható ez a színkombináció. Ez ugyanúgy megy a fehér, fekete színárnyalatokkal, mint bármilyen más sötétebb vagy világosabb színárnyalattal, és minden évszakban úgymond kihasználható. Ez vállon is hordható? Igen, úgy kell elképzelni, hogy ezen nincsen, de szoktunk tenni ilyen kis csattokat, ami arra szolgál, hogy rátesszük karabinerrel a válláncot, vagy éppen a vállpántot, ahogy kéri a megrendelő, és akkor így nagyon könnyen és nagyon esztétikusan vállra is lehet tenni, és nagyon-nagyon lazán is lehet használni. Nyugodtan, nyugodtan. Így is hordható? Abszolút igen. Nagyon-nagyon trendi például az, főleg nyáron, amikor csak kimész egyet a városba, vagy elmész valahova nyaralni, hogy magaddal tudsz vinni. Kicsi, befér a bőrönbe, befér a legkisebb csomagba is, és nagyon szeretik a megrendelők. Folyamatosan az inspirál, hogy újat tudjak alkotni, hogy magamnak tudjak bizonyítani, hogy 6 év után is még mindig lehet újat kihozni. És éppen itt elmeséltem a lányoknak, hogy pár nappal ezelőtt számoltam meg, hogy csak a plikkekből idáig több mint 300 féle színkombinációt készítettünk. György Antónia fitness edzőt, életmód tanácsadót kérdezzük a továbbiakban. Szervusz! Szervusz, Judit! A klienseim a leggyakrabban azzal a kérdéssel szoktak megkeresni, hogy hogyan tudnák beilleszteni a mozgást az életükbe, a mindennapjaikba. Ugye általában azzal szoktak szenvedni, hogy elég kevés az idő, nagyon fel van gyorsulva az élet, ugye, és nehéz ebbe az életritmusba beiktatni a mozgást, de az igény megvan rá, tehát azért mindenki érzi azt, hogy kellene mozogni. És ilyenkor azt szoktuk kitalálni, hogy milyen a munkaprogramja, milyen stílusú munkát végez valaki, tehát ugye ez lehet egy ilyen mozgó, álló, vagy lehet ülő munka is, és akkor ennek függvényében megnézzük azt, hogy milyen temperamentumú az ember, mert hogy ha valakinek ugye egy ilyen hevesebb vérmérséklete van, akkor lehet, hogy neki egy ilyen táncosabb, egy ilyen zenésebb, pörgősebb edzésre van szüksége. Ha valaki nyugodtabb típusú, akkor lehet, hogy inkább nyújtani szeretne, vagy egy ilyen stretching, pilates-szerű edzést kellene beiktatnia. Úgyhogy ezután, ha kitaláltuk, hogy ugye mi lenne az ő programja, az időpontot szoktuk megtalálni, ha csoportos edzést választunk, vagy pedig személyedzést. Tehát ugye két edzésformát tudok én ajánlani, a személyedzés, vagy pedig ugye a csoportos. Melyik jobb, vagy melyik keresettebb, a személyedzés, vagy a csoportos edzés? Úgy én úgy képzelem el, hogy egy csoportos edzésen való résztvétel az vidámabb, felszabadítóbb, viszont kívülállóként a személyedzés talán hatékonyabbnak tűnik. Mondjuk azt, hogy a személyi edzés másabb, mint a csoportos edzés.
A személyedzésen általában kevesebben vannak, és van, aki erre nagyobb igényt érez, hogy egyszerre kevésebben legyen ugye a teremben. Ez azért is személyedzés, és azért is hívjuk így, mert mindenkinek a saját igénye szerint és a saját célja szerint alakítjuk ki az edzésprogramot. Van, aki szeretne fogyni, van, aki szeretne izmosodni, valaki inkább szeretné magát kondiban tartani. És akkor ennek alapján állítjuk mi fel az edzések számát is, és a típust is. A csoportos edzéseknek viszont megvan a saját hangulata, ugye az egy kicsit hangosabb, közösségibb élmény, ugyanúgy ki tud alakulni egy csomó barátság közben, mint a személyedzésen is, és változatos. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk kipróbálunk egy zumbát, vagy kipróbálunk egy másik súlyzós edzést, akkor ezt így tudjuk folyamatosan változtatni. Nem muszáj ugyanarra járjunk. A személyedzés viszont követ egy programot heteken keresztül. Úgyhogy mindenki mégis kipróbálhatja, hogy melyik jön be neki, de a saját igényei szerint választja ezt meg. Hogy melyik keresettebb, én úgy látom, mind a kettőre van igény. Tehát ez tényleg a személyi típus válogatja. És akkor nagyon fontos beszélni a táplálkozásról is, hogyha már edzésekről beszélünk. A táplálkozás nagyon fontos része a minőségibb életnek, ugyanúgy, ahogy egy mozgás, egy sport követése is. Az lenne a legjobb, hogyha megválogatnánk, hogy milyen ételeket fogyasztunk. Ez azt jelenti, hogy próbáljunk változatosan étkezni, és jó minőségű termékeket vásárolni. Igenis fontos az, hogy milyen citrusféléket, és hogy honnan szerezzük be őket, mert vannak olyan citromok, olyan narancsok különböző bevásárló központokban, amik igenis allergiás reakciókat válthatnak ki. Ez csak egy példa. Ugyanakkor a rendszeres étkezés, hogy reggel, hogy délután is, és este is étkezzünk, ígyunk folyadékot ugyanúgy délelőtt, mint délután, ne délután ébredjünk fel, hogy még nem ittunk semmit ma. Ugyanakkor, hogyha jobban belegondolunk ebbe, akkor egy jól étkező család ugyanezt fogja örökíteni a gyerekének is, tehát hogyha megszoktatjuk azt, hogy a gyerekeink is kevesebb cukrot és kevesebb finomított lisztet tartalmazó terméket fogyasztanak, akkor ez később sem lesz gond. Így a cukorbetegség is csökkenhetne, ugyebár, és egyéb más betegségek is. Úgyhogy, hogyha összegeznem kellene egy minőségibb életnek a képletét, akkor azt mondanám, hogy próbáljunk egy olyan módszert követni, ami számunkra a legmegfelelőbb táplálkozás, mozgás terén is, és legyen egy stresszlevezető időtöltés is. Ez lehet ugye a mozgás visszacsatolva, vagy pedig bármi, ami a természetjárás, családdal való együttöltés jelent. Úgyhogy tudom, hogy ez nem könnyű, ugye, de szerintem ez egy saját tudatos döntés. Mirela, aș dori să-mi faci ceva rapid, frumos și elegant. Sigur. Vom face ceva rapid, câteva reflexe care se fac pe moment, în 5 minute. Sunt niște șuvițe care nici nu o să-ți creeze obligația de a continua, pentru că rămân naturale până în momentul în care dispar prin tunsură. Se combină la culoarea care o ai deja, deci nu e ceva cu contrast extrem. Este un decolorant care decolorează pe moment, doar un ton. Și se face foarte mult acum, pentru că sunt persoane care caută foarte multe efecte naturale și atunci l-am creat un pic pentru a putea face asta repede. Multe persoane nu au răbdare să stea pe scaun mult și să aștepte să îi se facă șuvițele și vor și un efect natural. Și atunci e soluția ideală. Îmi place mult să lucrez cu efectele de culori. Îmi place mult colorimetria.
Mă inventez mult culorile, fac combinații și îmi dă cea mai mare satisfacție când persoana este dispusă la schimbări sau să-mi accepte sfaturile. Perfect. Foarte frumoasă. Îți place? Mie îmi place. A hajmosásnál például mivel érdemes mosni a hajamat, és mennyi időközönként? Az, hogy mennyi időközönként, az a te a hajattól függ, tehát a hajbőröttől függ. Általában milyen hamar zsírosodik? Ez az első kérdésem. Szóval nincs egy ilyen meghatározott időköz, ami jó lenne mindenkinek? A megfelelő lenne 3 és 4 naponta, annál több sem jó, viszont annál kevesebb sem megfelelő. Mert azt érjük el, hogyha többször mossuk meg a hajunkat, hogy a hajunknak a pH értékét tönkretesszük a sok samponnal és a sok hajmosással. Viszont, hogyha kevésszer mossuk meg a hajunkat, rengeteg olyan a légkörből szennyeződés rakódik rá, amitől elkezd töredezni a hajunk vége. Akkor most elkezdjük a hajvágást, és rád adom ezt. A hajunkat nagyon fontos, hogy olajokkal ápoljuk, tehát miután sampont használtunk, és akár balzsamot is, nagyon fontos, hogy hajolajat tegyünk rá. Ezt akár reggel és este, mint egy fogmosásnál beiktathassuk az életünkbe. A hajmaszk és egy hajbalzsam között az a különbség, hogy a hajmaszkokban sokkal vékonyabb olajakat tartalmaz, mint egy hajbalzsam. Azért kenhessük, azért tehetjük fel a hajunkra, akár a hajtőre is a hajmaszkokat, mert nem zsírosítják úgy a hajunkat, mint egy hajbalzsam. A balzsam az mindig csak a hajunknak a végére tegyük. Milyen gyakran kell hajbalzsamokat és hajmaszkokat használni ezen kívül? Mire jó? Tehát, hogy mi a különbség a kettő között? Mennyi időnként kell használni a hajbalzsamot és a hajmaszkokat? A maszkokat akár hetente egyszer használhatjuk, a balzsamot az minden hajmosás után szükséges használnunk, mivel a maszk az nekünk a hajunk szerkezetét összezárja, ezáltal lesz egyenes akár, vagy olyan sejmes a hajunk. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, mert a samponok azok szárítanak. Tehát sampont soha nem teszünk a hajunk végére, mindig csak a hajtőre, a gyökerére tesszük fel. Mi a különbség? Ez nagyon, nagyon érdekes egy válasz, rengetegen kérdezték a mai nap folyamán is. A különbség az, hogy a hajmaszkok azok egy sokkal vékonyabb olajat tartalmaznak, mint a balzsamok. Tehát a balzsamot azt rákenjük a hajunkra, és azt le is öblíthetjük, mert egyből érezzük a hatást. Viszont a maszkot azt javasolt több ideig fent hagyni, legalább egy órát, vagy egy-két órát akár, amíg jól beszívódik a hajunkba. Nagyon fontos, hogy milyen sampont használunk, tehát a mi fejbőrünknek megfelelő sampont kell mindig választanunk. Sajnos rengetegen nem tudják, hogy milyen a fejbőrük, és nem veszik észre időben a jeleket. Hogy a hajunk az mutatja, hogy szükségünk van-e arra a samponra, azokra a hatásokra, amiket kifejt az a sampon, vagy választunk valamilyen mást. Ezt abban vessük észre, hogy hamarabb zsírosodik a hajunk. Elkezd száradni a fejbőrünk, vagy akár elkezd korpásodni. Tehát, ha tényleg nagyon gondunk van a haj korpásodással, és ezeket szeretnénk kiűzni az életünkből, vagy akár a haj bőrszáradását, én javaslom, hogy egy szakértőt keressünk fel, és kérjük ki a tanácsát, hogy ő mit javasol ez érdekbe.
És nagyon fontos, hogy belülről is tápláljuk magunkat, megfelelő vitaminokat juttassunk a szervezetbe, mivel nem elegendő kívülről vigyáznunk a hajunkra, a hajunk egészségére. Mert akkor csak egy fél munkát végzünk. A tehajad az nagyon elektromizálódik, tehát nagyon elektromos, úgyhogy az, hogy levágjam a hajadat, fogok használni egy terméket, egy ilyen száraz fixálót. Na most, hogyha mi fixálókról beszélünk, hajfixálókról, én nem javaslom, hogy napi szinten használjuk, mert nagyon tönkre teheti a hajunkat, tehát napi szinten semmiképpen ne használjunk hajfixálókat. Hajfixálót az akkor, hogyha például göndölt, hajcsavarást szeretnénk. Amiután egy terméket használtunk, egy ilyen nedves terméket, amit én használtam számodra, ezután semmiképp sem tegyünk bele hőt, mert ahogy neked belejutott ez a nedves anyag a hajad szerkezetébe, és ráteszed a hőt, széttöri a tincseket, tehát a szálakat megtöri, mi megtöredezi, szétégeti. Tehát nagyon fontos a hővédőknél is, ugye most már ezeket is megtalálhatjuk napjainkban, ezeket a hővédőket. Nagyon fontos, hogyha fel is tesszük a hajra, ami szintén megnedvesíti a hajunkat, nagyon fontos, hogy megszárítjuk utána, mert hővédő, tehát egy kicsit a hajszárítóval átszárítod a hajadat, és utána vasalod ki, vagy csavarod be. Nagyon fontos, megfigyeljük, megnézzük azt, hogy milyen terméket választunk, mert rengeteg olyan termék van már, amik úgymond ilyen kamu termékeknek nevezhetjük. Megfigyeljük, hogy szinte az összes samponon, az összes olajon ugyanazt írja, és megvesszük, és nem érjük, és nem kapjuk meg még azt a hatást. Tehát figyeljünk oda, hogy hogyan használjuk, ez egy nagyon fontos, hogy hogyan használjuk, és figyeljünk oda, hogy milyen összetevőkből áll. Ha megnézzük a termékleírásokat, nem mindenben magyarázzák el, hogy mit hogyan kell használni. De fontos ezeket tudni. Ez vagyok én itt most neked, hogy segítsek. Az eseményről ez a koncepció, hogy egy hónapja vagy azóta kezdett el fogalmazódni bennünk, mint ahogy elmondtam neked legutóbb is, miután az utolsó divat bemutatóinkkal is lezártuk az idei szezont, és kaptuk azokat a kérdéseket, hogy ezt a sok tudást, ami a divat bemutatók backstage-ében megvan, ergo fodrász és tehát frizurák és minkek készítése ugye a ruhák mellé, hogy ezt nem hozhatnánk kicsit közelebb így a hétköznapi világunkhoz is, a nőknek hogyan meg tudnánk-e mutatni, hogy hogyan kell műalkotásokat varázsolni magunkból, vagy magukból így a hétköznapokban is, úgyhogy utána indult el ennek az egész eseménynek a szervezése. Többen dolgoztunk ezen, mert tényleg igyekeztünk minél sok színűbbre összehozni a hétvégét, így volt a smink és fodrász által adott tanácsadás, volt stílus tanácsadásunk és életmód és fitness tanácsadásunk, tehát hogy azért ne csak a külsőnket szépítsük, hanem valamilyen hosszantartóbb eredménnyel is részesüljünk, vagy gazdagodjunk ezen a hétvégén. És ezt kiegészítettük egy dizájnvásárral, így ezeket láthatjátok itt ebben a térben, hogy az új stílusunkhoz, tehát hogy tudjunk új terméket is, vagy esetleg feldobni valamivel kis kiegészítőkkel a hétköznapi viseletünket. Ez az esemény fontos volt számunkra, vagy hasznos kapcsolatépítés szempontjából is, mert hogy nem csak a vendégeink ismerték meg a fiatal tehetségeket, vagy esetleg olyan embereket, akik igazán kiváló képviselői a szakmának, hanem így ezek az emberek egymást is megismerhették, így szövődnek hosszú távú együttműködések, ami azt hiszem, hogy ebben az iparágban nagyon fontos. Köszönöm szépen, és hát köszönöm azt is, hogy részese lehettem mindennek. Tehát végül is mindenből kaptunk egy kicsit, ami a stílust illeti, mégpedig kiváló fiatal szakemberektől. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!